A történet azzal kezdődött, hogy két a vitorlázásba szerelmes üzletember elhatározta, hogy bebizonyítja, igenis van a magyar vitorlásportban fantázia. Már ami a nézettséget és a befektetett energia megtérülését illeti. Mert ez a fehér sportág a világon már nem csak hatalmas tömegeket, de bizony komoly tőkét is vonz. Előbbre járó országokban ugyanis rájöttek már, hogy egy sportágban akkor lesz pénz, ha nézik. Nézni pedig akkor nézik, ha érthető. Az olimpiai szabályok pedig egyáltalán nem érthetőek. Ezért találták ki a páros versenyt, elterjedt nevén a match race-t. Ennek lényege, hogy egyszerre két, persze egyforma hajó küzd egymással, és aki előbb befut, az nyer. És végre Magyarországon is rendeztek ilyen versenyt. A match race, illetve a páros versenyzés az rendkívül módon elterjedt már a világon. Az üzlet is beszállt, a szponzorok is beszálltak, az egyik legkönnyebben szponzorálható versenyformáról van benne szó, és azt hiszem a nézők számára az inkább legérthetőbb versenyformáról van szó, mert összesen két ember, tehát két hajó küzd egymás ellen, és ott mindig lehet látni, hogy melyik vezet. Tehát így könnyebben érthető a nézők számára. Egyéb más hajóosztályokban ezt a versenyformát csináltuk itt Magyarországon, de azért nem igazán terjedt el. Ennek az volt az oka, hogy a meccsrésznek az a lényege, hogy abszolút egyforma hajók kelljen, hogy egymás ellen versenyezzenek. És nem könnyű dolog, ahhoz kell egy ilyen meccsrész Kft., aki ezt akarja, és kell több szponzor, hogy ezt összetudják szedni azt a pénzt, ami az induláshoz szükséges. A hajókat egy új-zélandi hajóépítő, Greg Elliott tervei alapján Balatonfüreden készítették, de úgy, hogy a sablont és a mestert áthozatták a világ másik oldaláról. Az ő szakértelme szükséges volt a szűk határidő és a szigorú elvárások betartásához. Kell egy olyan gyártási technológia, ami valóban biztosítja azt, hogy ezek a hajók körülbelül 20 kilós különbséggel vannak, és itt 800-850 kilós hajókról van szó. Tehát abszolút egyforma felszereltség, még a kötelek is egyforma színűek benne, tehát teljesen mindegy, melyik hajóba ül bele az ember, ugyanott talál meg mindent. Ezek a hajók nem csak tóra, hanem tengerre is alkalmasak. Teljesen mások, mint amilyeneket itt láttunk. Egyébként a balatoni hajók gyönyörűek. Új-Zélandon például biztosan hamar híressé válnának. A profi versenyszervezéshez azonban komoly marketing munka is tartozik. Ez is újdonságnak számított a HIA Yacht Open páros versenyen. Próbáltunk egy kicsit eltérni a hagyományoktól, megpróbáltunk nagyszabású rendezvényt kialakítani, ami felkelti mind a vitorlázók, mind a közönség érdeklődését. Reklámokat vásároltunk meg, a közönséget próbáljuk rádióreklámokkal, előzetes beharangozókkal, óriás plakátokkal csábítani, ami nem könnyű feladat, mert a legtöbben nem tudják, hogy egy vitorlás versenyen van mit nézni. Hajók önmagukért beszélnek, az is nagyon látványos, és nagyon sok egyéb programmal egészítjük ki a rendezvényt, mind a vízen, mind a szárazföldön. Körülbelül olyan 25-28 egység nevezetbe. Ez a magyar vitorlásport szinte teljes élvonalát jelenti. Technikailag és taktikailag felkészültek a magyar versenyzők erre? Azt mondom, hogy sok magyar versenyző van, akinek van fogalma a meccsrészről. Tudom jól, hogy vannak jó érzékű emberek, akik ezt tudják csinálni, de ez egy olyan dolog, hogy ezt gyakorolni kell. Ezt a profik, ezt körülbelül mondjuk egy évben olyan 100-140 nap között gyakorolják ezt a meccsészforrát minden egyes technikai trükkjével együtt, és mégpedig a bíráskodással együtt is, mert bizony itt azonnali ítélőszék van, tehát azonnali döntést kell a bíróknak hozniuk, és ezért nekik is abszolút felkészültnek kell lennük. Na most addig, amíg nincs Magyarországon sok-sok meccsrész, addig nem lesz felkészült versenyző, és nem lesz bíró. Tehát ez ilyen amikor a kutya rohan a farka után, tehát egy olyan szituáció, és most elindul a dolog, most lesz hajó, lesz szervezés, tehát itt lesz az alkalma a versenyzőknek is, hogy fölkészüljenek, és utána nemzetközi porondra jövő évtől ugyancsak kilépjenek. Ez egy más típusú verseny, mint ahogy, amiben mi részt veszünk, illetve maga a hajó is teljesen más, hiszen ez egy nagy tőke súlyos hajó, mi pedig svertes jólében vitorlázunk, úgyhogy egyértelmű, hogy igazából semmi előnyünk nincs a többiek szemben. Reméljük, hogy a tudás fog számítani, bár ez a Balatonra nem mindig jellemző, hiszen gyakran olyan kiszámítatlan szelek vannak, hogy nem csak a tudás, hanem gyakran szerencse is nagyon sokat számít. Ahogy a neveket néztem, tényleg a legrangosabb vitorlázók, legnevesebb vitorlázók lesznek itt.
és azt hiszem, hogy minden egyes párharc nagyon izgalmas lesz. A verseny abban is újdonságnak számít, hogy ritka komoly pénzdíjat tűzött ki a szervező cég. A győztes egység 1 millió, a második 500 ezer, a bronzérmes pedig 250 ezer forinttal lehet gazdagabb. A pénzdíjat miatt abszolút nem izgulok, itt az ember csak nyerhet, mert hogyha nem jut tovább, akkor nem veszít semmit, ha megnyer, akkor meg egyértelmű, hogy előre jutott anyagilag. Egyenes kieséses rendszerben, illetve vígaszágon kerültek egyre szűkebb mezőnybe a versenyzők. A kétnapos verseny összesen 55 futamból állt, amiből természetesen csak csemegézni tudunk ebben az összefoglalóban. A legjobb 16 között még az első napon a legnagyobb érdeklődés a Majtényi Szabolcs-Vosala György összecsapást kísérte. Stúdiumban itt ül mellettem Fundák György, akinek segítségével most egy kicsit kommentáljuk majd az eseményeket. A Majtényi Szabolcs-Vosala György összecsapást láthatjuk, ebben a pillanatban dördült el a rajtpisztoly, és a sárga hajóban van Vosala György, a feketében pedig Majtényi Szabolcsék. Sokkal jobban sikerült a rajtja, ugye, Vosala Györgynek? Ezt a rajtot egyértelműen a sárga hajóban Vosala Györgyék nyerték meg. Majtényi Szabolcsék a rajt előtt körülbelül egy 45 másodperccel egy helyezkedési hibát csináltak, és ezt tudták a Vosalaék jól kihasználni. Itt nagyon-nagyon lényeges a rajt. A rajt egészen meghatározó ebben a rövid pályás versenyben, és az, hogy pályaverseny, tehát hogy páros verseny van, mert utána a vezető hajónak könnyebb tartani a követő hajót és a támadó hajót, mint a támadó hajónak előre kerülni. Itt egy egész könnyű pálya van. Egy rövid pálya van, kétkörös verseny van, az első szakasz a rajt után rögtön cirkálással kezdődik, utána egy hátszélre szakadt, következik újabb cirkálás, és utána hátszélben befutó, ugyanott a rajtvonal van tulajdonképpen. Most itt ezekkel a hajókkal nem nagyon lehet hátszélben vitorlázni. Kicsit ezt módosítám, a hajókkal lehet hátszélben vitorlázni, de erre a versenyre egy olyan vitorlázatot tettünk fel a hajókra, itt az a bizonyos genakeres vitorlázat, ahol sokkal inkább a hátszél szakaszban inkább egy ilyen rámos 3/4-szeres menetet követel, hogy az ideális sebességgel és az optimális úton haladjanak a bójákhoz. Ez taktikailag nagyon sok plusz lehetőség és érdekességet vitt bele ebbe a hátszél szakaszba, és ezért történt ez a módosítás. Ebben mindenkinek nagyon új volt itt a versenyzők közül, mert ilyen genakeres vitorlázatú hajók még nagyon kevés megy a Balatonon. Na most itt fordulnak rá a második körre, tehát most kezdik a második kört, még mindig Vosala György van elől, és mi a feladata ilyenkor, mit kell csinálni a Majtényi Szabolcsnak, hogy megpróbáljon kitörni ebből a hátrányos helyzetből? Egy támadó hajónak kétféle lehetősége van. Az egyik lehetősége az, hogy olyan szituációkat teremtsen, amiben egy ütközést provokálhat, és az ütközésnél a versenybírók neki fognak igazat adni. Ez az egyik lehetőség, ez viszont megköveteli, hogy a hajók nagyon közel legyenek egymáshoz. Ez itt ebben az esetben nem áll fönt, mert a sárga hajó elég tetemes előnnyel vezet a fekete hajó előtt. Itt a másik taktikai lehetőséget kell kihasználni, a Majtényéknak az pedig az, hogy nagyon sok manővert csinálnak, amit biztos, hogy a sárga hajó követni fog, és ezekben a manővereknél egyrészt technikai hibákat tudnak csinálni a sárga hajóban, másrészt pedig amennyiben a diktáló fél, tehát a támadó fél jó ütemben teszi ezeket a manővereket, akkor különböző szélerőséget, különböző szélcsíkokat ki tudnak használni, és ezáltal csökkenteni tudják a hátrányukat a követő taktikájú védekező hajóval szemben. Na most közben itt áthaladt már Vosala György a célvonalon, látszik is, meg is nyerte a versenyt, tehát ő került tovább a nyolcad döntőbe, Majtényi Szabolcs pedig kiesett. Maradjunk a nyolcad döntőnél, ahol egy nagyon izgalmas mérkőzést ígért a Litkei Farkas kontra Tus Miklós összecsapás. A hátsó hajóban, tehát a fekete hajóban Tus Miklós, itt elől pedig a zöld pöttyösben Litkei Farkas, mind a ketten nagyon sokszoros országos bajnokok, Tus Miklós pedig kétszeres kékszalag győztes. Itt még az első bójavétel után Litkei Farkas vezet, de egy kicsit felcsavarták a genakkerüket, úgyhogy Tus Miklós meg tudta ragadni az alkalmat, hogy felülről megelőzze Litkei Farkasékat. Itt a Miklós egy rutinjából következően, és azt hiszem meg nagy alapismeretek következően egy jobb vitorlállítást csinált a genakkernél.
és ezért egy kicsit jobb sebessége volt, ez kihasználta és megelőzte Littkei farkaséket. Esetleg én azt hiszem a Littkeiék kicsit agresszívabbak lehettek volna a védekezésnél, de úgy látszik nem akartak ebbe a csímbe belemenni. Tehát az első hátszeles szakasz végénél tartunk. Tus Miklós elég magabiztosan vezet, és most veszik majd a második bóját. Látható itt is, hogy azért néha ez a Gennekernek a leszedése, fölhúzása azért bizony technikailag hát nem könnyen megoldható feladatok közé tartozik, és ezt elég sokat kell gyakorolni, hogyha ebből ilyen profi versenyzésre válnak. Itt egy igen érdekes helyzet alakult ki, hiszen utolérték az előző futam második helyzetjét. Mit hibázott itt Tus Miklós? Ezt nem lehet tudni, hogy hibázott vagy nem hibázott egészen, mert közben úgy alakult, hogy a szél megfordult, és ez a cirkáló szakasz egy fél szakaszra alakult, és Miklósnak egyrészt a bóját is figyelembe kellett vennie, másrészt azt a zavaró hajóként megjelenő előző futambeli hajót. Ő azt a megoldást választotta, hogy szél alatt áttört, és így a bójához viszont közelebb volt, mint a fölülről támadó hátsó Littkei farkas hajó. Egy kicsit Miklós vesztett ezzel a helyzettel, de nagyon nehéz volt neki ezt a taktikai szituációt igazán jobban megoldani. Az benne volt ebben a lehetőségben, hogy a Littkeiék közelebb fognak jönni hozzá. Itt érkezünk el az utolsó előtti bójához, tehát most már csak a befutó van hátra. Még mindig Tus Miklós vezet, de egészen szorosan a nyomában ott van Littkei farkas. És itt egy érdekes helyzet alakult ki megint. Itt a támadó hajó, a pöttyökre álltott fekete hajónak megvolt az a lehetősége ebben a nagyon kis szélben, hogy egy szél alatti, Tus Miklósék alatti szélcsíkot kihasználjon. Ebbe a rizikóba Littkei farkasék belementek, az igazság, hogy az utolsó szakaszba a cél előtt bele is kellett, hogy menjenek. Kis szerencséjük is volt, mert egyszerűen a Tuséknak a takarás alatt át tudtak törni, és meg tudták nyerni ezt a meccset. Ebben a pillanatban fel is hangzik a céldúda, Littkei farkas tehát bejutott a negyed döntőbe, és ez egy nagyon nagy áttörést jelentett neki. Ezért úgy gondolom, hogy nagy kő esett le a szívedről. Ez most nagyon ez jó. Egy kemény menet volt. Igen, ez Miki nagyon kemény. 60 éves, és még mindig az egyik legjobb vitorlázó a Balatonon. Őt hívják a sebesség királyának, jól tudom. Gyenge szelek királyának hívnám inkább. Aha. Mindig ebben volt nagyon erős, hogy lassabb hajóval, gyenge szélben megtalálta a szelet, és úgy tudott nyerni. Most ez a vitorlás körökben mennyire számít egy ilyen pozícióvesztésnek az ő szempontjából, semmennyire. Vagy pozíciónyerésnek a te szempontjából? Semmennyire. Hát minimálisan győztünk. Ennél kisebb különbséggel szerintem nem lehet. Az egy más kérdés, hogy 50 méter a lefutó előtt már eldőlt, de nagyon kicsi volt a különbség. Láttam, hogy nagyon örültek. Jó a legénységed? Hát egy csapat vagyunk, együtt versenyzünk Szólingban, az előny nekünk. Itt látszik, hogy a volt szólingosok jól szerepelnek. Ez a hajó, ez most új Magyarországon bevált szerinted, szakmai szemmel lesz-e ennek jövője, lehet-e ennek jövője? Erről most objektív nyilatkozatot ne várj, én most nagyon szeretem. Azt hiszem, hogy jó kis hajó ennek ellenére. Mi van most még hátra? Hát most ugye a 8-ból bejutottatok a legjobb 4-be. Igen, a Kelemen Tamással fogunk versenyezni a döntőbe jutásért, 3 futam, 2 nyert meccsre megy. A másik ágon a döntőbe jutásért Székely Antal és Cégai Péter küzdöttek, fekete hajóban Székely Antal, sárgában pedig Cégai Péterék. Itt még nem dördült el a rajt, és itt már meccseznek egymással. A hagyományos vitorlás versenyhez képest sokkal nagyobb jelentősége van a rajt előtti időszaknak, mert itt a versenyzőknek lehetősége van különböző manőverekkel büntetést a másik félnek a nyakába akasztani, és ezt próbálják éppen itt ezt a versenyzők itt a rajt előtti időszakban megtenni. Ebben a pillanatban dördült el a rajtpisztoly, és most már gyakorlatilag tisztán a bójára vitorláznak. Egyelőre még a frissülő szélben Cégai Péter vezet. Közben észrevették, gondolom, hogy megfordították a pályát, hiszen mindig a szél irányának megfelelően kell állítani a pályát. Székely Antal itt behozta lemaradását, valószínűleg jobban vezette a hajót, és ezért ő tudott elsőnek fordulni. Itt pedig már a hátszél szakaszt látjuk tőlük. Itt mi történik? Itt a hátszél szakaszban két irányba indultak el a versenyzők, pontosan a sárga hajóban ülő versenyző másik irányba próbál
menni, mint ahogy a vezetőhajó, mert azt reméli, hogy a másik irányból ő jobb szelet fog kapni, és ezzel meg tudja előzni az előtte lévő hajót. Az előző vezetőhajónak ilyenkor lényegében ökölszabály szerint kötelessége követnie ezeket a manővereket és az irányváltoztatásokat. Most kezdik meg tehát a második kört, újabb cirkáló szakasz következik. Elég erős ez a szél ebben a hajóban, nem? Nem volt könnyű dolga a versenyzőknek technikailag, ugyanis ezekben a hajóban még soha nem vitorláztak ilyen frissebb szélben. Ez volt az egyik oka ennek. Másik oka az, hogy lényegben ezekhez a hajókhoz 320-350 kilóra van szükség egy frissebb szélben, az jó egyensúlyban tartani. De hát ezeknek a profi versenyzőknek mondjuk három emberrel is kontroll alatt tudták tartani ezt a hajót. Kérdés az, hogy ki milyen gyorsan tud ezekre a dolgokra reagálni. Cigai Péterék a sárga hajóban itt most igen jól felküzdötték magukat, egész közel kerültek Székely Antalhoz. Ennyi gyakorlatilag a különbség a befutó szakasznál. Itt Cigaiéknak a hátsó hajóban volt egy hátrányuk a szél elleni cirkáló szakaszban, meg könnyebbek voltak, mint Székelyék. Ezért ők mindenképpen ebben a genakeres szakaszban próbálnak előre törni, megint csak másik irányba mennek, mint a vezető hajó, és a bal oldalról próbálják így Székelyéket megelőzni, azt hiszem közelebb is fognak hozzájuk jönni. A befutó a piros csíkos bója, és azt hiszem, hogy a kétnapos verseny legnagyobb meglepetése volt ez, hogy mégiscsak Cigai Péter győzött egy jobb taktikai választással, és ezért ő került be a döntőbe, ahol Litkei Farkassal küzdhetett meg az első helyért. Székely Antal pedig Kelemen Tamással mérkőzött a harmadik, negyedik helyért. Itt látjuk a döntőnek a rajtját, a fekete hátsó hajóban Litkei Farkasék, a sárgában ismét Cigai Péter, a tét 1 millió forint, óriási az izgalom, és a rajt után gyakorlatilag ismét Litkei Farkas a HIA feliratú hajóban van jobb pozícióban, és megkezdik a krajcolást, tehát a szél ellen való vitorlázást. Ha jól látom, akkor Cigai Péter folyamatosan forgatja Litkei Farkast. Itt valóban egy egyszerűen profi meccsrészt látunk, ahol Litkei jobban megcsinálta a rajtszituációt, Cigai pedig a maga fiatalos lendületével és kicsit agresszív vitorlázásával pedig mindenkiben hibára próbálja kényszeríteni a vezető fekete hajóegységet. Nagy a különbség a fordulónál, sokkal nagyobb, mint amit aztán a hátszél szakaszban láthatunk, a második körhöz érkezünk. Én úgy érzem, hogy egy kicsit előny Litkei Farkaség számára, hogy nehezebbek és jobban ki tudják ülni a hajót. Ez tény és való. Litkeieknek a súly többlete a cirkáló szakaszban mindenképpen előny a sárga hajóban versenyző fiúkkal szemben. De a másik része a dolognak, hogy a Litkeiek nagyon fegyelmezett taktikával követik a sárga hajó minden műveletét, és nagyon pontosan hagyják végre a manővereket, és ezért nem sok esélyt adnak a sárga hajónak, hogy ebben a futamban eléjük kerüljön. Itt nem sokat lehet hibázni egy ilyen versenyen. Nem szabad hibázni. Egyet hibázol, abban a pillanatban a támadó hajó rögtön eléd kerül, vagy pedig rögtön a közeledbe kerül, és egy büntetés a nyakadba akaszt. A befutó szakaszhoz érkeztünk, Cigaiék egyetlen lehetősége, hogy más irányba menjenek, mint Litkeiék, a part alatt próbálnak előre lopakodni, és még megnyerni ezt a futamot. Mindenképpen szót kell ejtenünk arról, hogy Litkei Farkassal Pető Endre és Litkei Árpád vitorlázik együtt, Cigai Péterrel pedig Kutasi László és Aklan András. Úgy néz ki, hogy ez most már egyértelműen Litkei Farkasé a győzelem, tehát az 1 millió forintos pénzdíj, ebben a pillanatban befutottak. Ők nyerték tehát a HIE Yacht Open 98 versenyt. Második a Cigai Péter, harmadik pedig a Kelemen Tamás kormányozta egységek, és itt a győztesnek járó fürdést láthatjuk. Szerinted mi volt a döntő? Azt hiszem a nyugalom. Szóval olyan helyzetekben is nyugodtak tudtunk maradni, amikor mások elvesztették a türelmüket. Ez egy újdonság számunkra, flotta versenyzőknek, hogy a páros versenyen ott a helyszínen eldöntik az eseteket, és azt tapasztaltam, hogy az ellenfeleket időnként megzavarta, hogyha számukra nem kedvező döntés született. Amikor az első fordulón túljutottatok, akkor gondoltad, hogy megnyeritek az egész versenyt? Nem, ilyenre nem gondolok, mert igyekszik az ember erre nem gondolni egyáltalán, hogy a végén mi lehet, hanem mindig a következő versenyző ellen készülünk. És maga a győzelem az mennyire köszönhető az egyéni teljesítménynek, és mennyire a csapatmunkának? Ez nagyon csapatmunka. Szóval ilyenkor ez egy technikai verseny.
a páros verseny, és számtalan példa van arra, hogy nagyon jó vitorlázók gyenge csapattal itt kipotyogtak az elején, tehát csak jó csapattal lehet nyerni. Vannak nagyon zseniális kormányosok, akik nagyon sok mindent meg tudnak csinálni tapasztalatból. Tehát itt a Farki például, aki baromi nagy tapasztalattal most megnyerte ezt a versenyt. Én inkább nálunk a csapat működött. Tehát itt a három ember egyenlő. Én a csapatom miatt kerültem oda, ahova kerültem. Kemény munka? Hát igen, többen vitatják néha ezt a vitorlázást, hogy ez egy ilyen fánosabb dolog, és csak itt löcsögünk a vizen. Szerintem elég kemény munka, szóval megnézed például valakinek a kezét, az úgy eléggé látszik rajta, hogy mellózik így végig a futamon. És elég összetett dolog, tehát azon kívül, hogy nyilván ezeket a hajókat fizikailag is elég kemény teljesítmény a legjobb sebességen tartani. A taktikai része miatt egy elég kemény észjáték, tehát hát az idegi fáradtság és a koncentrálás folyamatosan nagyon sokat számít. A hajók nagyon jók. Tényleg látszik, hogy profi tervezés és profi kivitelezés eredménye a kettő. Igazándiból furcsa volt a mai nap, mert ma mentünk vele először frissebb szélbe. Például ma derült ki itt a litkeieknek, akik súlyba például jobbak voltak nálunk, hogy a hajóhoz kell egyfajta tömeg, hogy kiüljék. Mit szóltok a helyezéshez? Nagyon örülünk neki. Végülis ez egy jó dolog, hogy az első Magyarországon rendezendő ilyen versenyen a top 3-ba végeztünk, és végül is az első profi komoly díjazású versenyen pénzt is kerestünk ezzel végre. Hát a döntőbe nekünk egyszer kihagyott a fejünk, az az igazság. Szóval ott egyszer kidurrant a dolog, utána a harmadik helyet viszonylag lehiggadtan meg tudtuk csinálni. Én csodálatosnak tartom azt, hogy magánkezdeményezésből egy ilyen komoly vitorlásversenyt lehet rendezni. Egy cég, egy magánszemély, aki ezt kitalálta, profi szinten ezt végig tudja vinni, és én nagyon remélem, hogy ez a kezdeményezés ez nem fog elveszni az évek során, ebből egy versenysorozatot lehet indítani, és én tudom, azt érzem, hogy ezt a szövetségnek föl kell karolni, és ebből egy közös rendezvényt kell csinálni. Mennyire volt kifizetődő ezt elindítani? Hát ha a mai napon egy mérleget húznék, akkor biztos, hogy nem volt gazdaságilag kifizetődő. Nagyon jelentős ráfizetéssel csináltuk meg ezt az első versenyt, de az igazság az, hogy ezt tudtuk is. És ezzel lehet majd a jövőben változtatni? Hát én nagyon bízom benne, mert azért sok éven keresztül állandóan ráfizetésre dolgozni nem igazából lehet, szóval minden kút kimerül egyszer. Egyrészt mi azt gondoljuk, hogy ennek a nyeresége máshol kell, hogy megtérüljön, tehát nem közvetlenül, mint önálló vállalkozás kell, hogy megálljon a lábán. Egy-egy versenynek a bevétele nem valószínű, hogy több lehet, mint a kiadása, de áttételesen ez mind reklámban, mind image építésben lehet kifizetődő, és bízom benne, hogy a jövőben azért a mérleg negatív oldala egy kicsit csökkenni fog. A házi kasszátok az 1 millió forinttal bővült kezdetek alatt. De azt beszéltük meg, hogy veszünk rajta egy hajót.